Dalt komponáltak az olvasótábor tiszteletére a határon túli diákok, akik egy hetet töltenek Cseresznyésben. A 26. tábor, amelyet a Csengei Dénes Kulturális Központ szervezett meg, idén is gazdag programot kínál a Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből érkezett összesen 42 diáknak. A legszebb dolog mindig az, hogy itt az ölelés világnapja van, amikor megérkeznek a határon túli magyar középiskolások, hiszen nem csak egymás, hanem minket is úgy jól meglapogatnak, és nagy örömmel jönnek ide, és ez az első napi sárkányhajózás, amikor úgy gondoltuk mi szervezők, hogy akkor az egy csónakban való evezést gyakoroljuk, és az együtt gondolkodást így átvitt értelemben, szerintem az nagyon jól sikerült. És azt is fontosnak tartottam, hogy első napon ismerjék meg azt a települést, ahová érkeztek. Tehát ez az óvárosi séta és városismereti vetélkedő, hiszen azért van egy nyertes csapatunk. Ez jó célt szolgált ahhoz, hogy itthon is, vagy itt nálunk is otthon érezzék magukat. A tábor megvalósítását évről évre a város önkormányzata is támogatja, viszont a szervezéshez és lebonyolításhoz a pénz mellett szív és lélek is kell. Olyan úti csomaggal kell hazabocsájtani őket, amiben van egy kis identitáserősítés, egy kis múltőrzés, múltidézés. Van benne most az idén egy kis Vörös Sándoros, egy kis Kányádi Sándoros, Márai Sándoros útravaló. Tehát a felelősség az nagy, és azt gondolom, hogy a pénz mellett mindenképpen kell a Csengei Dénes Kulturális Központ munkatársainak az igényessége és a szíve is, a lelke is, hogy hajtómotorja tudjon lenni ennek a tábornak. Többen már évek óta vendégei a tábornak, közéjük tartozik Fekete Fanni is, aki Paks erdélyi partnerteleküléséről, Kézdivásárhelyről érkezett. A tábor veteránjának tartja magát, hisz már 6. alkalommal jár itt. Az olvasótábor jó alkalmat teremt az évközben összegyűlt feszültség levezetésére is. Itt egy család vagyunk, úgy egyszerűen megérkezik ide az ember, és elragadja a hangulat, meg nagyon-nagyon jó érzés itt lenni, és ilyen emberekkel együtt lenni, hogy a határon túlról így szétszórtan vagyunk úgy amúgy, és akkor ide jövünk, és mégis mindenki magyarul beszél, mindenkiben megvan ez a cseris érték tulajdonképpen, és ez fantasztikus. Boglárka Déváról jött. Először járt Cseresznyésben, csoportjuk vezetője az unokatestvére, tőle hallott a lehetőségről. Elvárásai teljesültek, nagyon jó társaságba cseppent. A tábor fő irodalmi témái Márai Sándor, Kányádi Sándor és Vörös Sándor köré csoportosulnak, ez is elnyerte Boglárka tetszését. Kányádi Sándor a kedvencem, vele személyesen is találkoztam, és hát nagyon örültem, amikor hallottam, hogy ő is benne van a témakörben. Egyúttal pedig Vörös Sándor is, őt is nagyon szeretem, én nagyon szeretem az irodalmat, és sokat olvasok tőlük. Forgatásunk idején éppen kreatív írásfoglalkozás kezdődött az egyik szekcióban Lambert Marianna, a Kulturális Központ könyvtárosa vezetésével, és egy filmforgatás szereplő válogatása, majd olvasó próbája is megtörtént ezen a napon. A tábor július 22-én zárul ünnepélyes műsorral, amelyről Paletta magazinunkban is beszámolunk.